része volt. Emellett folyamatosan érezzük, folyamatosan halljuk a globalista háttérhatalom nyomását rajta, a globalista cégek háttérhatalmak nyomását. Emellett a világgazdasági fórumról szoktunk hallani, hogy összeülnek Davosban, Greenpeace-et, nagy újraindítás. És van itt egy ember közöttünk, aki megtalálta az összefüggést ezek között. Ezek nem különálló folyamatok, hanem igenis ezek keményen összefüggnek. So let me introduce the bravest man in Europe who first revealed the secret and wrote that wonderful book. Thierry, the floor is yours. Well, thank you very much, and after such a compliment, I can only disappoint, so I'll try my best, but it's truly an honor, it's truly wonderful to be here in Budapest, a city that has welcomed me so often in such a wonderful way, and to experience such a great turnout tonight. So thank you very much for being here, and I hope we'll have a great discussion. Most lesz a jó. Kedves magyar barátaim, most már nem először vagyok Budapesten, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországban. Mondhatni, hogy bele vagyok szerelmesedve, mert most már tényleg itt sok ismerős barátot ismertem meg, és nagyon-nagyon szeretném nektek megköszönni ezt a meleg, baráti és testvéri fogadtatást, amivel engem fogadtatok, és minden egyes alkalommal, amikor itt vagyok Budapesten, fogadtok engem. I just want to do a quick survey of the venue, just to know where to start in the talk, in the conversation. How many of you have actually already read the book, which came out a year and a half ago in Hungarian? Szeretnék itt egy kis közvéleménykutatást és felmérést végezni. Tegye fel a kezét az, aki már olvasta a könyvemet. Ki az, aki már olvasta a könyvet? Because I don't want to repeat myself too much. Mert ugye nem akarom ismételni magamat, tehát hogyha már a többség olvasta a könyvet, akkor valami másról kell beszélnem. So I'll very briefly say some things about what I think is the central argument in the book and the central point I'm making, and then I'll just move on to today and what it means for us right now and what I think is important to talk about and to think about. Természetesen fogunk beszélni a könyvről is, tehát a könyvnek, a könyvemnek a fő üzenetéről, a lényeges tartalmáról, össze fogom foglalni természetesen azoknak, akik még esetleg nem olvasták, de ezek után természetesen ki fogunk arra térni, hogy mit jelent a Covid-válság, mit jelentenek azok a folyamatok, amik a Covid-ból származnak, amik a Covid-diktatúrából származnak a mai nap folyamán. Milyen hatással van ez a jelenlegi életünkre? So I'm a politician and I'm a member of parliament in the Netherlands, and the starting point of this book really was the realization that politicians do not actually have any power. Én egy holland politikus vagyok, és a holland parlamentnek a tagja vagyok most már a pártunkkal. És honnan is indult ez a könyv? Mi is az a kezdő pillanat, az a kezdő pont, amikor eldöntöttem, hogy ezt a könyvet nekem meg kell írnom? Az volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy hiába vagyunk politikusok, hiába vagyunk Hollandiában a parlamentben tagjai a parlamentnek, de igazából nincs erőnk. Nem mi döntünk a saját sorsunkról, és eldöntöttem azt, hogy nekem bizony a kezembe kell venni a helyzetet, és valamit tennem kell. Nem csak a parlamentben kell ülnöm, hanem valamilyen konkrét lépéseket kell tenni. And you can, I mean, if you're interested, you can read all the arguments in the book, but the point about COVID and the COVID measures and the lockdowns and the vaccine passports and the mouth caps and the social distancing and the night clock and the curfew and everything that was implemented. There's a lot to say about it, but the core point of it
was that it was all so utterly irrational. Sokat beszélhetnénk itt most a Covid diktatúrának a különböző összetevőiről, lezárásokról, vakcináról, szó szerint úgy mondta, hogy a szájkosarakról, az éjszakai kiárási tilalomról, illetve a sok más egyéb gazdaságunkat tönkretevő és társadalmunkat megnyomorító korlátozásról, de talán az összes összetevőnek, amiből a Covid diktatúra összeáll, a lényeges pontja az az, hogy mennyire irracionálisak voltak ezek, mennyire károsak voltak ezek a korlátozások, amiket úgy mutattak be nekünk, hogy ezek bizony szükséges rosszak ahhoz, hogy a Covid-ot megakadályozzuk. And it's inconceivable to me that all these different nations in the world spontaneously came to the same irrational conclusions and policies. Annyira felfoghatatlan számomra, és nem tudom, hogy nektek öröknek is felfoghatatlan, hogy amikor a Covid kitört, akkor a világ összes népe, nemzete egyszer csak ugyanazokat a irracionális és káros intézkedéseket kezdte el bevezetni. Annyira fölfoghatatlanak tartom azt, hogy mindenki a világon egyszer csak ugyanúgy reagált erre a válságra. Annyira felfoghatatlan ez számomra. There were reports by economists that explained and analyzed in great depth how lockdown was costing more lives than it would save. There were reports by Pfizer itself and Moderna and the other pharmaceutical companies that vaccines would not stop the spreading of the disease. It was completely clear that the mouth caps had the same protective effect of spreading particles of COVID as a tennis net would have to prevent you from being stung by mosquitoes. There is absolutely no disagreement about all these things and so many other things. It's completely from the start to finish, the whole narrative, all the measures that were implemented, everything that has been done to us was from A to Z completely and totally irrational. It did not make any sense whatsoever. Hány olyan gazdasági elemzést olvashattunk, hány olyan vezető közgazdász adott ki olyan véleményt, olyan cikket, olyan tanulmányt, ami világosan alátámasztotta, hogy a lezárások bizony nem oldják meg a Covid-válságot. Hány olyan kimutatást olvashatunk vakcinagyártóktól, a Pfizer-nek is, ahogy említette, volt egy ilyen kimutatása, hogy a Pfizer oltás nem képes megakadályozni, hiába hazudták azt nekünk, de nem képes megállítani a Covid-nak a terjedését. Hány olyan tanulmányt olvashatunk arról, számtalan, hogy a maszknak, ahogy ő mondja, a szájkosárnak a használata az bizony annyira effektív, annyira hatékony, mintha egy teniszhálót tekernénk a fejünk köré. Összefoglalva tehát hány olyan racionális és tudományos adat támasztja azt alá, hogy ezek az intézkedések nem akadályozzák meg, és nem képesek arra, hogy feltartóztassák ezt a járványt. And that's really the first part of the book. I explain that, I show it by representing statistics and diagrams and internal reports, and I don't think it can be refuted or disagreed upon by any sensible person. It's just these are the facts. There's no way you can argue that by April or May 2020, there were still serious people that believed that COVID had a very high mortality rate, for example. There's just absolutely no way that serious people, government people, pharmaceutical experts, journalists, that anyone could believe that. But that's just the first part of the book. So I just wanted to get that out of the way for some of the people that have read the book, other people that have not yet read the book, but so that's the starting point of the journey that I'm taking the reader on in this tome.
A könyvemnek az első része pontosan erről szól. Pontosan ezeknek az intézkedéseknek, ezeknek az irracionális, káros és mesterséges intézkedéseknek, amiket a világ nemzeteinek a kormányai bevezettek. Erről szól pontosan az első része a könyvemnek, hogy ezt bemutassam. Okay, so that's the starting point. That's where the work really begins. That's where all of us are right now. We are in a situation where we see two things. The first is that completely irrational policies are being implemented. And COVID is only one example, of course. What about the euro currency that Hungary has luckily escaped? But it's a completely and utterly irrational, from an economic perspective, it's a completely irrational thing. Completely irrational. Mass immigration is another thing. The war against Russia, the Ukraine war, it's completely irrational. It doesn't make any sense to do it. The way the traffic is being organized, it's completely irrational. It's so stupid. Completely irrational. Modern architecture, it's completely irrational. Wokeism, LGBTism, it's completely irrational. No sensible person, I challenge you to find a single individual who is not paid by the government, who defends this transgenderism. So we are, so COVID to me, and this is the final sentence, sorry, but COVID to me was, I'm just talking a little bit, I think in the translation you can shorten it a little bit, but the point is this, COVID was to me merely a symptom. It was something that made me wake up to something else that's going on in our world, in our society, which is that two things. First is that we are witnessing completely irrational policies. And the second is that those policies are being implemented across the board in tens of different countries. And that's what led me to the conclusion that I'm going to talk about more, that politicians don't have any power, but I'll explain that later on. It's a simple point, Bessie. You think you can shorten. Kis kiegészítés meg az előző mondandóhoz, hogy mennyire elképesztő az is, és mennyire hihetetlennek tartom azt, hogy 2024 április, május, júniusában a mai nap, és vannak olyan emberek, akik még azt hiszik, hogy a Covid-nak a halálozási aránya az 10-20-30, akár 40% fölött is van. Bizony a mai napig vannak olyan emberek, ahogy elmondta, akik még mindig azt hiszik, hogy ez egy olyan szinten halálos vírus, ami képes lenne kiirtani a populációknak a 20-30, akár 40%-át. Mit jelent számomra a Covid? A Covid számomra az ébredés jelentette, a felébredés. Ez volt az a pont, amikor rájöttem arra, hogy hiába vagyok politikus, hiába vagyok parlamenti képviselő, egy politikus, az csak egy báb, erről még fog a későbbiekben beszélni, egy politikus csak báb, általában véve a nemzetközi nagy gazdasági szereplők, nagy pénzembereknek a zsebében. Csak bábok vagyunk. Úgy tűnik akár az embereknek, hogy a mi kezünkben van a hatalom, és mi irányítjuk az országot, de ez teljesen egészében nem így van, teljesen máshogy van. Mit jelent még számomra a Covid? Ráébredtem arra, hogy egy irracionális világban élünk, és felsorolt egy jó pár dolgot, az LMBTQ ideológiát, a modern építészetet, nézzük meg a közlekedést, nézzük meg a közös európai valutát, az eurót, ezek mind az orosz-ukrán háború is mind irracionális olyan folyamatok, amik nem szolgálják az európai nemzeteknek és népeknek a fejlődését és az együttélését, ezek mind irracionális dolgok. Ez is egy lényeges pont, amire a könyvem rávilágít, hogy nekünk is föl kell ébrednünk, ahogy Pierre Baudet is fölébredt, mi is ébredjük föl. Vegyük észre, hogy egy irracionális világban, egy mesterséges világban vagyunk, áldozatok. Yeah, so politicians are the people whose job it is
to pretend that a rational deliberation is at the basis of policies. Mi a politikus? Ki a politikus? A politikus az én meghatározásom szerint az az ember, aki azt tetteti, szó szerint így, hogy azt tetteti, hogy a világunk, az államunk és az országunk racionális kormányzati intézkedések, észszerű kormányzati intézkedések alapján működik. Ezt kell hazudniuk, ezt kell tettetni, szó szerint. The job of people in parliament and parliamentary journalists and members of the government is to give the impression that they are serious people. Their job is to give the impression that they can read books. They can't read books. That they can process arguments. They can't do that. That they can analyze statistical data and Excel sheets. It's way beyond their IQ. And so their activity consists in pretension. They pretend that they think about things. They pretend that they have exchanges of arguments. And that's also why life in parliament is so dreadful and so horrible. And why it takes so many boring hours for all these stupid and pointless and senseless debates, which aren't debates. They're not debates. They don't have anything to do with debates. The activity of these people is to pretend. They pretend that they are serious people. They are not. They are social clingers. And I'm not precisely sure if this word translates into English or even into Hungarian, but they go with the flow. They are the same useless people that spend their entire evenings in clubs without getting laid at the end. They're just there, they're just hanging at the bar. That's politicians for you. Mi a politikusok feladata, mi a parlamenti politikai újságíróknak a feladata, mi a pártelnökök feladata a parlamentben, összefoglalva egy szóval, tettetni. Mi az, amit ők tettetnek, mi az, amit ők színjátszanak, szó szerint tudnak könyvet olvasni például, hogy tudnak logikus következtetéseket levonni, tudnak érvelni, tudnak vitázni, de ez mind-mind meg kell értenünk, hogy csak színjáték és csak fettetés. Ugyanis az összes vita, amit Nyugat-Európában, a parlamentekben látunk, az összes agymenés, az összes összeütközés különböző politikusok, politikai pártok között csak színjáték. Ezek az emberek, ahogy ő mondta, talán úgy fordítanám ezt le, hogy szociális analfabéták, akik arra sem képesek, hogy egy könyvet elolvassanak, arra sem képesek, hogy normálisan egymással vitatkozzanak, meg kell értenünk, hogy ők csak bábok. Azt is még hozzátette, hogy olyan emberekről van szó, talán azokhoz hasonlíthatnánk őket, akik egész éjszaka, este 8-tól reggel 4-ig buliznak a klubban és a diszkóban, de senki nem viszi őket haza, de ők sem visznek haza senkit. So in a sense, I suspect you can say that politicians are just like most people. Because most people are socially oriented rather than goal-oriented. They are sensitive to social developments rather than to arguments. Most people, if you're in a group trip or you're taking a guided tour in a museum, most people are walking very slowly. Ooh, it's annoying, it's terrible, right? It's horrible. But that's just, so I think it's important to realize that, this is still the starting point of the book, but it's important to realize that this is what politics is. Politics is nothing else than watching a social happening. It's not an intellectual happening, it's not an analytical
happening, it's not about the well-being of the nation or of the people. No, it's a social happening designed as or aimed at defining who is going to get which position. It's not even about policies, because nothing ever changes. It doesn't matter who wins elections, who loses elections. The policies remain the same. We still have disastrous immigration. We still have horrific modern architecture. We still have LGBT rubbish. We're still supporting Israel, whatever happens. We're still in a war with Russia, whatever happens. It's all the same thing, right? It never changes. It doesn't matter who wins elections or loses elections. So COVID, to me, was a wake-up call. It, apart from all the things that were terrible about it and horrible and unforgivable about it, it meant so much more because it made me see the ridiculous choice of profession I had made. A politikus olyan, mint a legtöbb ember. Egy politikus olyan, mint az átlag ember. Azért valljuk be mi is, amikor kimegyünk az utcára és szembe jön velünk egy teljesen átlagos ember. A legtöbb ember nem érdekli a hazára sorsa, nem szociálisan orientált más emberek az embertársaink felé, hanem ahogy ő mondta, hogy a goal orientált, ez az inkább pénz, és csak is a saját haszna érdekli őt, na pontosan ilyenek a politikusok is. Semmivel nem különbek nálunk a politikusok, és azt kell megértenünk, hogy amikor legközelebb a tévében egy parlamenti vitát, egy parlamenti közvetítést néztek önök, akkor meg kell értenünk, hogy ez nem rólunk szól. Ez nem Magyarországról szól, ez nem a saját népünkről, Európáról szól, hanem ez az ő kis saját szociális happeningjük, ez az ő kis saját színjátékuk, amivel arról akarnak minket meggyőzni, hogy itt valójában rólunk van szó, de ez egyáltalán nem így van. Ezek teljesen hasztalan, buta és egybites színjátékok, amiket látunk a parlamenti közvetítésekben, hiába próbálják azt tettetni, hogy ők intellektuálisan, hihetetlenül magasan képzett emberek, valójában teljesen buták. És nézzük meg, hogy mi változik akkor, hogyha valamilyen másik párt nyeri meg a választásokat. Változik valami? Nem. Ahogy föl is sorolta, a lényegi pontok, amik tényleg meghatározzák a társadalmunknak a jövőjét és a sorsunkat, azok nem fognak változni. Ugyanúgy fogjuk támogatni az orosz-ukrán háborút, a vérontást, ugyanúgy támogatjuk majd Izrael, bármelyik másik kormány fog, bármelyik másik párt fog, kivéve a miénk persze, nyerni. Ugyanúgy jelen lesz az LMBTQP ideológia. Azt kell észrevennünk, hogy bármilyen párt Európában hatalomra kerül, a lényegi pontok azok nem fognak változni, éppen ezért ez csak egy színjáték. És pontosan a Covid volt az, ami ebből a rémálomból engem kizökkentett, ami ebből a rémálomból engem úgymond fölébresztett. And so in the second part of the book, I describe what that realization has done to me. If I am in a ridiculous profession, if I have a ridiculous job, if I live in a clown world, essentially, with fakers, with actors, with non-tangible people that you could just, you know, you could just press through, I have two options, right? Leave my party, leave politics alone, and go to some island and sit on the beach and watch the sunset for the rest of my life. Okay, that's option A. And I will tell you why I decided not to go for that option and chose option B. A könyvemnek a második része az pedig arról szól, hogy hogyan változtam meg én, és milyen hatásai voltak ennek a nagy-nagy ébredésnek, amit a Covid ugye elhozott a világunkban. Kettő lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az, hogy belesimulunk ebbe a világba. Ugye én holland parlamenti képviselőként megtehetném azt, hogy elutazok valamilyen exotikus szigetre, oda költözök, és hát egész nap koktélt szülcsölgetve strandolok, és életem végéig elnézegethetem majd valamilyen exotikus szigeten a gyönyörű naplementét, de mi az oka annak, hogy én egy másik
lehet kérni, hogy ne költsél nagyon sok mindent hozzá az eredeti történethez? Nem költöttem hozzá szó szerint. Semmi kettéről nem volt szó, semmi. De hogy nem, mert szó szerint. Nagyon jó. Sükert vagyok, hogy hallókészülök, jó? Nagyon jó a fókuszálás. Mi az oka annak, hogy én azt a bizonyos másik utat választottam? Okay, so I don't know what happens there. Not really important. And the reason that, at a very deep level, I've always known and I felt immediately I knew that's not the answer. Was that it was the same thing as what happens, forgive me the slightly American reference here, but it's the final part, it's a great movie, the final part of the Batman trilogy that Christopher Nolan made. It's called The Dark Knight Rises. Talán ahhoz most folytatnánk ezt az egészet, mindenki ismeri nyilván a Batman filmeket, a sötét lovagnak a fölemelkedése. Ehhez hasonlíthatnánk egy kis amerikai szállat is itt belehozva a történetbe. Ahhoz hasonlíthatnánk ezt a második lehetőséget, amit én választottam ehhez a filmhez. Yeah. Where Batman, a character I greatly identify with, is captured by his great nemesis, by his enemy. And he's not killed by the enemy, by his nemesis, but he is locked up in a prison where he has all these television screens and he forcibly has to watch the destruction of his city, of Gotham City, which is the city of Gotham. And the point is that the greatest punishment for an idealist like he is to have to watch his city go down. That's the point. That's the great. The suffering is not just walking away. But the suffering is in the realization that something there that you belong to, that's yours, and your inheritance, or your friends, or your family, it's your history lies, it's going down, and you're not fighting to protect it. Nagyon-nagyon szeretem Batmannek a karakterét, és nagyon közelnek érzem magamhoz, és én is bevallom, hogy úgy éreztem magamat, amikor felébredtem ebből az egész rémálomból, mint Batman, amikor ugye a filmben elkapják és börtönbe zárják, nem ölik meg, nem pusztítják el, hanem börtönbe zárják, egy olyan börtönben, ahol nagy-nagy tévéképernyőkön ugye végig kell nézni, hogy hogyan is pusztítják el, hogyan is rombolják le Gotham városát, Gotham City-t. És kicsit én is hasonló helyzetben éreztem magamat, hogy benne vagyok egy olyan rémálomban, egy olyan börtönben, ahol én csak végignézem azt, hogy mi történik velünk, és igazából semmit nem csinálok, de igazából tehetetlen vagyok. Kicsit hasonlónak érzem magamat ezért ehhez a Batman karakterhez. Right, and by the way, I was greatly helped in a spiritual way by a great man in the Netherlands who happens to be here in the venue, and I'm really honored that he's here. Is Robert Jensen, is a podcaster, a personal friend of mine. Maybe you can give him a round of applause because he's walking home with me. És szeretném megköszönni annak a holland barátomnak is, hogy eljön és hogy itt van, aki engem lelkileg nagyon-nagyon sokat támogatott az én munkásságomban, és mindig mellettem volt, és kiállt mellettem, aki most itt van. És bejött ide közénk, eljött ide Magyarországra hozzá. Köszöntsük őt egy nagyon nagy tapsal. So having established that the policies that are implemented in our countries are completely irrational and destructive and there's no sensible argument to be made, that politicians are essentially actors, just pretending to be powerful, pretending to listen to arguments.
and thus concluding that this whole game in parliament and with journalists and all that stuff, it's all essentially a piece of theater to pretend that people have an influence, to pretend that discussions matter and all that. But also having established that I could not in no way leave my country alone, because I would suffer to death. I would suffer too much not being involved in the fight. I had to transform my party and transform the way I interpreted my job as a politician in a way that it would become meaningful again to me. And that's the final part of the book where I describe that. És a lényeges pont az, amit magunkkal kell vinnünk mindenképpen, és meg kell értenünk, hogy egy nagy-nagy színjátékban élünk, egy nagy színháznak a részeseit láthatjuk, az összes politikus, az újságírók, a bíróságok, mind-mind az összes politikai pártnak a szereplője valójában Nyugat-Európában egy nagy-nagy színjátéknak a része, akik azt tettetik, hogy a politikai diskurzus valójában értelmes, hogy a politikai diskurzus valójában számít és pozitívan befolyásolja az életünket. Meg kell értenünk, hogy ez tehát nem így van. És pontosan erről szól a harmadik, befejezem, hogy bocsánat, a harmadik része a könyvnek, hogy valójában én részt akartam venni ebben a harcban, hogy szó szerint annyit szenvedtem volna lelkileg, hogy belehaltam volna a szenvedésbe, hogyha én nem tettem volna valamit, egy részese akartam lenni annak a küzdelemnek, nem akartam a partvonal mellett ülni, hanem valamit tenni akartam volna a diáget, tenni akartam valamit a hazámért, és nem nézhettem ezt értelmű. Ja, itt a question? Kérdés volt? Nem, csak az ajtóba állnak. Shall I just finish the speech and then Robert can also say something? And... Yeah, sure. Befejezés, akkor aztán ő is fog beszélni. Hogy üljön le, jöjjön be. If you want to sit down, they are kindly offering a chair for you, but you can also stay there, whatever you want. It's up to you. Nyugodtan jön, de hogyha úgy jobb, akkor nyugodtan ott kint is állhat. I don't want to steal your thunder and your limelight. Hello. Hi. What's your name? Nice to meet you. Batman. Batman. And so I transformed the party. And I transformed the way I understood my job in two things. And the first is to expose, much more than to see my party and my position in politics as a scramble for power brokers trying to get a little piece of the cake, as it were, to aim for a particular position or to get, you know, as many seats as you can, or to participate in that great game of the mainstream media, where who is talking about whom and blah 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 blah. I changed from doing that into exposing how ridiculous, in a sense, all these people are. And the second thing that I started doing, which is also completely new, and I don't think a lot of political people and movements have made that transition, is that I started to reorganize power and influence where it actually lies, which is in society itself. So I started setting up companies. I started setting up a school. We have our own school in the Netherlands. We have a network of farmers. We set up a publishing house, a media house. We set up a youth movement. We're setting up all these things that actually exist in the physical world. So it's not talk anymore, it's not just motions and legal proposals and arguments in parliament, which is in a sense a clown show. We're actually doing concrete things
for people, and we're organizing power, social economic power, we're organizing ourselves. So that meant a very significant shift in the way I understood politics, and I understood my own job, and in the things that my party is actually doing. We are not trying to be part of the club, we're trying to expose the club, and we're not trying to change the game from above, but we're trying to change the game from below. Mennyire nevetségesek a politikusok, mennyire nevetséges az, hogy az egész politikai játék, az összes politikusnak a célja az, hogy csak egy szeletet kaphasson a tortából, ahogy szó szerint mondta, hogy ahogy ilyen mi mondjuk, hogy több tűz közelben legyen, és rájöttem arra, hogy nekem pont ezen kell változtatnom, és rájöttem arra, hogy nekem új dolgokat kell csinálnom, mik azok az új dolgok, amiket én Hollandiában próbáltam bevezetni. A legfontosabb dolog az az, hogy újjá szervezni azokat a közösségeket a társadalomban, ahogy ő is mondta, hogy alulról szerveződve olyan közösségeket kell létrehozni, amiknek valódi hatása lehet, aminek valódi társadalom formáló szerepe lehet, és itt rengeteg példát is felsorolt, hogy mennyi minden dolgot tett már le az asztalra, ilyen alulról szerveződő közösségeknek a megteremtésében, ugye létrehozott alapítványokat, ugye külön médiájuk van, könyvkiadót hozott létre, könyvtárat, illetve számos más olyan közösséget, olyan helyi kis közösségeket, amik hatással vannak a társadalomra. És ez az a pont, ahogy ő is mondta, amikor a politika már nem a blabla, és nem a üres vitákról, és az üres politikusok közötti csipkelődésről és szócsépelésről szól, hanem a valódi alulról jövő társadalmi, valódi alulról szerveződő, nem pedig fölülről rákényszerített aktív cselekvés. Nem szövegelés, hanem aktív cselekvés. And that's the, in a way, the beautiful thing that this horrible episode in our lives has taught me, which is that it has put me in a position where I was able to see for the first time how things really work and how ridiculous everything is and what the real ways are in which we can affect change. And that's the paradoxical conclusion of this book, and I think it can be a positive message, but it can also be perceived as a very negative message, because it's always in terms of fear and in terms of division and in terms of control that the political system is trying to further its power, and it's by precisely doing the opposite that we can effectively fight back. So as much as we've seen the futileness in a way of political action, we've also been shown the path towards forms of action that actually can affect very significant change. And I think we've been seeing that all over Europe, and perhaps even beyond that, where people are taking up initiatives of their own, they're taking control over their lives, they're looking for ways to trade with one another, to look after each other, to organize themselves in a way that's independent from the state, from the powers that have been organizing all these rather terrible things for us, and that keep on organizing those wars and all those things. And so it's a very mixed message. It's a very ambivalent feeling. I feel very powerless on the one hand, and I feel very powerful on the other hand. And it's very double, and I'm very curious. Maybe we can open the discussion. Maybe Robert can say one or two things if he wants. But this is, I think, this is where we are right now. We're sort of in this middle situation where we've come to this conclusion that, okay, it doesn't really matter who wins elections, who loses elections. You can't convince anyone with the most basic arguments and just exposing fallacies about mortality rates, about vaccines. I mentioned that at the beginning of my talk. It's so obvious
If you hold it in front of politicians' eyes, and there's just absolutely nothing that happens, nothing that registers. They just completely blank. So it's pointless, and that's you can feel desperate about it. But then again, there's this other thing that has started moving, maybe too slowly, maybe sometimes it's way too slow for us. Maybe sometimes we're surprised at discovering new friends along the way. But I think this is the road we should all be taking, and this is the path forward, and this is also why I'm so excited to be here in Hungary. I don't speak a word of your language, but we have a great interpreter, of course, and we are reaching out, and I think we should all be trying to reach out, and ultimately I think there's a force there that cannot be stopped. Maybe it will take longer than we hope, but ultimately I'm very positive about the possibilities for the future, and I'm, needless to say, very grateful that you all turned up, and I'm looking forward to the discussion. Thank you. És pontosan ez az, amire ez az egész szó szerint, ahogy mondta, hogy a rémálom is megtanított engem arra, a leglényegesebb pontra, hogy teljesen más, hogy az ellentétjét kell nekünk csinálnunk, nekünk igazi hazafiaknak, amit a mostani politikusok, ugye a jelenlegi politikusoknak a nagyon nagy többséget csinál, nekünk teljesen az ellentétjét kell csinálni. Nekünk valóban hatással kell lenni a társadalomra, az országunkra, a helyi kis közösségeinkre, és úgy gondolom, hogy azok a változások, amiket Hollandiában ugye ők elértek, amit a pártja ugye elért már, azok által, az intézkedések által, a közösségeik által, azok a változások már nem csak Hollandiában, hanem már Európa szinten is látszanak, és ez azért fontos, mert nagyon-nagyon sok embert egyszerűen nem lehet észérvekkel meggyőzni. És hogyha egy politikusnak hiába írta le egy gyönyörűen a könyvében az összes irracionális Covid intézkedést, hiába mutatjuk meg a politikusokat, hiába próbáljuk meggyőzni a politikusokat észérvekkel, hogy mennyire irracionálisak azok a lezárások, a Covid vakcina ránk erőltetése, a szájkosár és stb. Hogy nem hallgatnak észérvekre. És pontosan ezért lényeges az, hogy a jelenlegi politikai osztálytól függetlenül, tehát nem velük együtt, hanem a jelenlegi politikai pártokon és kormányoktól függetlenül próbáljuk meg mi eredményeket elérni. Thank you very much. Now it's time for questions and answers. If you have any questions, feel free to raise your hand. Robert Cruz would like to say something. Okay, before that. Well, if they want. We are listening to you. This is unexpected for me to speak here in Hungary on my first day in the... never been here before. I'm trying to find out what is going on in this country. A little bit about myself. I started as a talk show host interviewing big stars, Hollywood stars, Will Smith, Cameron Diaz, Snoop Dogg, and I did that for 15 years. And at some point, I thought it was all boring. Big stars are boring and fake. Entertainment is fake. And I wanted really to find out, how do things really work? Well, how does the world work? What is going on? Why are things happening? And how are they happening? And I started first by doing a talk show, which wasn't... It was a little political, but the main thing was, it wasn't left-wing, not right-wing. I let everybody speak. And but also people who don't get a lot of media attention for some reason, like Cherry. So Cherry came on my show. And I just wanted to hear everything with an open mind. And what happened to me after that, and I'm doing a podcast now, I'm doing a roadshow trying to find out what's happening in a country, in a lot of countries in Europe, with an open mind, talk about traditions, talk about how things are, what is the situation,
But the most important thing for me that I realized is, maybe you should translate, because I am still a showman. I tease. I'll give you what I found out. Nem számítottam arra, hogy az első nap Magyarországon már beszédet fogok tartani itt magyar emberek előtt. Én Hollandiában egy beszélgetős talkshow-nak voltam a műsorvezetője, és nagy-nagy világsztárokkal beszélgettem, nagy-nagy világsztárokkal, hollywoodi csillagokat, nagy világsztárokat hívtam meg a műsoromban, és velük beszélgettem, és eljött az a pont az életemben, amikor rájöttem arra, hogy a világsztárok valójában unalmasak, a világsztárok valójában annyira hamisak. És ez volt az a változás, amit először magamban érzékeltem, és valami újat akartam csinálni, és elkezdtem járni Hollandiát, és elkezdtem járni az európai országokat, és valamilyen teljesen új dolgot csinálni, nem világsztárokkal beszélgetni, hanem hétköznapi emberekkel, podcastet forgatok, és most is egy európai roadshow vagyok, és járom az európai országokat, és beszélgetünk az európai népek hagyományairól, hogy én most például Magyarországon... Sorry? Most még először Magyarországon is próbálok tájékozódni, hogy mi is történik ebben az országban szó szerint, és ugyanezt csinálom a többi európai országban is. Talkshow-kat, illetve beszélgetős műsorokat, interjúkolok embereket, és próbálom megismerni és felfedezni azt, hogy mi is történik valójában Európában. That's not at all what I said. No, I don't speak a word about it. So I trust you that it's correct. So what I found out is that whether we are left, middle, right, man or woman, gay or straight, black or white, or you can go on and on and on, we all have the same enemy that is trying to put us all together in a fight about nationalities, about where you're from, and that is the secret. And they succeed every time we start to fight each other. And I don't know the different countries around Hungary, maybe you hate the Romanians or you hate them, but you know what? We are really all the same. We have this human experience, only one time in a few years we're on this planet, and instead of fighting each other, we should see that we are being played against each other. If we solve that problem, we all become one, and life will be so much better, and they can't manipulate us anymore. And that's it. Other enemy is the fear. Fear is a big enemy because that's how they control people, and a lot of the fear that's created is fake. They put fear in people's minds. They do it through everything, through movies, through everything. And especially this was obvious during the COVID period. They told us everybody was going to die from this virus, which of course that was a lie. Sorry to say, but that was a lie, and now we know that was a lie. Everybody, when you make people afraid, you can really manipulate vast amount of people. And that's also how what we should learn from that COVID period. We need to be stronger, not accept the first thing they tell us what reality is, because they create that reality, this perception of how life is. And it's not true. And the perception they also create is that we're all different. Well, we are different, we are individuals, we are unique, which is true, but at the end of the day, they use that against us to make him bad, her bad. You're vaccinated, you're unvaccinated, you're that, you're left, you're right, you're la la la. And as long as we play along with that game, we make life miserable for ourselves and they win. We need to see we're all one human consciousness, and that's how we fight it. And now I give the spotlight back to Cherry, because I don't want to steal it, even though it's easy for me to do. But Cherry Godet, and I'll tell you about him. In the beginning, he was a politician, and he was on my show, and
we knew each other just from the Indian test, but he was very, in the beginning, he went along with the lockdowns in the beginning, but very soon he realized, no, this is just another thing to make us afraid, to control us, to put us against each other, and he, very difficult to do for politicians, he changed his mind, and he stood for something which politicians never do, because when they choose one path, they do it. And so I applaud Thierry for opening his mind and I always talk about that. And it was because of me he changed his mind. Okay, bye! That's true. Fordítás? No, bocsánat. Mi az, amire rájöttem? Baloldaliak, centristák, jobboldaliak vagyunk. Megpróbálnak minket ugye mesterségesen bekategorizálni a politikusok. Fehérek vagyunk, négerek vagyunk. Ahogy említettem, vannak heteroszexuálisok, vannak homoszexuálisok, de a nap végén mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Azt kell észrevenni, hogy hiába próbálnak minket mesterségesen bestatugyázni a politikusok, valójában több az, ami minket összeköt, mint ami elván. Azt tudom jól, hogy a magyarok nincsenek jóban a románokkal, de észre kell azt vennünk, a legfontosabb dolog, amit mondott, hogy az ellenség az egy és közös. Hiába nem vagyunk jóban a románokkal, és hiába vannak ellentétek társadalmi csoportok között, európai népek között, az ellenség az bizony egy és közös, és rá kell jönnünk arra, hogy egy ponton bizony együtt kell dolgoznunk. És amit ugye még külön kiemelt, hogy a félelem. Mert van egy bizonyos félelem, amit mesterségesen generáltak. A Covid válsággal egy bizonyos mesterséges félelmet generáltak és tartottak fönn a politikusok, a média, és rá kell jönni arra, hogy ez a félelem bizony mesterséges. Ez nem valódi. Elhitették rengeteg emberrel, hogy mindenki meg fog halni a Covid-ban. Mindenki meg fog halni, hogyha nem oltatja be magát. És ezáltal hoztak létre mesterséges kategóriákat. Te be vagy oltva, te nem vetted fel az oltást. És ezáltal osztanak meg minket, és nagyon-nagyon sok ember sajnos sikerült beparizni, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon sok emberrel sikerült elhitetni, és sikerült megosztani az európai népeket ebből a szempontból, de észre kell vennünk, hogy nekünk, az európai népeknek, az európai közösségeket valójában egy a közös ellenséggel, ellenségünk, és valójában össze kell tartanunk, és együtt kell dolgozunk. Thank you very much. Now this is the real time for questions and answers. The floor is yours. You can ask questions, please be short and precise. And you can have questions to either to Thierry or Robert. No, Thierry. It's up to you. Okay, who's the first? Let's start here. Thank you very much. Én Budaörsi jöttem, György József vagyok, ott vagyok a helyi igazánnak a vezetője. Azt szeretném megkérdezni, hogy tud-e róla, hogy itt most újra bármelyik üdénkkel kéri, hogy most megint ránk szálltak, ugye most Bill Gates és Tedros is szövetkeznek, a mi külügyminiszterünk is jó cimborája, és ugye ránk akarnak nyomni egy újabb, nem járvány, most szűrésbe van csomagolva, és most már tényleg arról van szó, hogy a népírtásnak egy újabb szintjére akarnak eljutni, hogy tönkre tegyék a nőknek a hogy tökre vegyék a nőknek a szerveit, tehát a vizsgálatoknál akármit bevéhetnek, ki tudja, hogy még esetleg bevisznek vele akár vakcinát is, a melléket szétnyomni, a férfiakat is úgy megszűrni, hogy ki tudja, hogy mit művelnek. Tehát szó szerint, hogy eljutottunk arra pontra, és nem is gondoltuk, hogy ilyen hamar érzünk oda, hogy a segünkről van szó. Tehát most mondhatjuk, hogy ugye féltjük a segünket, és ez most szó szerint konkrétan megtörténik. És hello, hát tönkrevágják a nőinket, és tönkrevágják a belső szerveinket. Thank you very much. Thank you for the question, and just repeat. So I understand it that the question is about the plan or plans that exist at the global level as
explained and propagated by people like Bill Gates, to introduce a medical pass, a medical ID, rather like the COVID pass that checks your vaccine status and checks other statuses, and then would make it obligatory to take vaccines and take other medical requirements that the big pharmaceutical companies might impose. If I know about these plans and how to fight it, is that correct? Yes, I know about these plans. I also know that these plans have been around for a very long time. And the trouble is that it's always one or two or three steps forward and then two steps back, and they launch these plans and then they see what the response is, and then they launch yet again other plans, and you never quite know what the actual agenda is and what the actual implementation schedule is. But I don't think there's any doubt that these plans exist, that there is a mighty lobby, very powerful lobby globally, the pharmaceutical industries, but also the big governments that seek to control citizens, that have a great interest in implementing it. But I do not think that this fighting this would require a different, particularly different strategy than fighting all the other plans they have in stock for us. I think it's all part of the same mindset, it's all part of the same agenda, yes. And it's all part of the same globalist moloch that we have to fight all together. So I'm entirely on your side. I think we should all be on our sides. And the only thing that I find difficult about the post-COVID era is that there were a lot of people that were very aware of what was going on. They were very willing to fight. And now I feel that the spirit is sort of waning a little bit, it's disappearing a little bit. People are less aware that these plans have not really changed. It's just that they've chosen a different path and a different strategy, and maybe they've taken a few years longer for it. So I'm all on your side. I think we should do the same thing as what we've been doing on other fronts. So expose them and make sure we build strong parallel networks. Those two strategies, I think, are the winning ones. And it's very important that you ask this question, and I'm entirely on your side. Röviden összefoglalva a választ, tudok róla, hogy valóban van egy ilyen terv, ugye a kötelező vizsgálat és szűrővizsgálatok a bevezetése, és azt kell megértenünk, hogy ez ugyanúgy egy nagy globális agendának, egy nagy globális tervnek a része. Ez nem feltétlenül a Covid-tól teljesen különálló intézkedés, hanem ez szorosan összefügg akár a Covid diktatúrával is, és nem gondolom azt, hogy máshogy kéne esetleg, vagy egy más stratégiát kéne alkalmaznunk ezzel ellen az intézkedés ellen, a szűrővizsgálatoknak a kötelező bevezetés ellen, mint amit a Covid idején alkalmaztunk. Én úgy gondolom, hogy ugyanazzal a hozzáállás és ugyanazzal a stratégiával kell ezzel is szembe mennünk. A Covid időszak alatt ugye észrevette, hogy nagyon-nagyon sok ember volt, aki tudatosan, aki nagyon jól tudta, hogy mi az, ami velünk történik, és nem csak húzott az árral, és azt vette észre, hogy kicsit itt már a post-Covid időszakban már ez a tudatosság, ez az ellenállás, ez már bizony csökkent, ugye mindenki azt hiszi, hogy vége van az egésznek, és pont itt van a lényeges pont, amit mondott, az a probléma, hogy nem tudhatjuk, hogy vége van. Az a baj, hogy soha nem tudjuk azt, hogy a tervnek, és ez egy globális terv, melyik részénél vagyunk. Soha nem tudhatjuk, hogy az, amit nekünk mutatnak a tévében, az már a következő három lépés, vagy a következő két lépés, ami be fog következni, az már előre el van tervezve. Soha nem tudhatjuk, hogy pontosan mivel fogunk a következő nap szemben állni. De a lényeg, hogy ugyanazzal a stratégiával és ugyanazzal a tudatos ellenállással kell ezzel is fölvenni a kesztyűt és a harcot a kötelező szűrővizsgálatok ellen, mint amit ugye alkalmaztunk a Covid idején. És a pénzbüntetés? Büntethetnek, hogyha nem megyünk el. Pertársaság? Mindegy.
I take it that the gentleman asking the question is not satisfied with my answer, because the follow-up is what to do against the possible punishments or fines that might be related to non-compliance with these medical checks and the medical identification passport. Well, I don't have a ready-made answer that you can implement and then you won't suffer the consequences of these policies anymore. I also think that all the terrible restrictions on speeding, you know, on the highway, it's ridiculous. It doesn't make any sense. There's no point to it. It's only control. It's only bullying us and making it more more unpleasant to drive a car and all this. What can you do about it? Well, the power is there. They have the power to drag you out of your house and put you in jail. That's a fact. I don't have a solution to that specific situation, but I do think that if more and more and more and more people, and I think the example of the traffic control is very good because it's very simple and it's easy to prove. There's absolutely no single study that proves that the traffic becomes safer with all these speeding restrictions and traffic lights and trajectory controls and all that. There is none. It's all created out of thin air and the perverse obsession of bureaucrats to control us. That's it. There's nothing else that underlies it. So it's a good example because it's a simple example. The medical check is a complicated example because then there will be other experts who will say, you know, it's good and blah, 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 and public health. And so it's a complicated example, but this is a simple example. There are so many. So what can you do? Just say no. What do you want to say? You are in a car. How can you sit up? You have to obey the speeding restrictions, right? There's absolutely nothing else you can do. Or you have to pay the fines every week. Okay, that's another possibility. But there's no actual escape out of that situation. But there's another thing, which is that the vast majority of the people still to this day believe that if there is a restriction on speeding, that government must know best. Well, apparently it's necessary for our safety. Otherwise, they wouldn't do it, would they? And that's the thing that needs to go away. That's the mindset that people need to liberate themselves out of. And that's, I think that's what started happening during COVID. It happened to me. Very obviously, I started questioning quote-unquote experts. At the factual level, I started really looking into the fundamentals of their data. And I discovered it didn't make any sense. And that's when I started, for example, asking the Ministry of Infrastructure in the Netherlands for the data underlying the speeding restrictions. And there weren't any. There are no studies being performed that indicate why certain speed restrictions should be done and all that. There just isn't. So, and that's when nobody believes it anymore, that's when systems fall apart. And that's what happened with communism. That's how the Berlin Wall fell. That's how the communist system here in Central and Eastern Europe fell apart. Because not even the journalists reading out the evening news from the radio or the television believed what they had to read out anymore. Government officials didn't believe it anymore. Nobody believed the system anymore. And that's where we're going to have to get to. That's the point where the whole thing will end. If nobody believes in transgenderism anymore, but now that's what we're fighting. We're fighting the naivety and
the good faith, the good-heartedness of our people who still are inclined to think whenever some regulation or some policy is implemented, I guess there must be a good reason for it. That's what we're fighting, and in that sense I agree, just say no. The point is, if people disobey on a massive level, then the government is nowhere. If people completely stop believing any of the measurements anymore, the reason behind it, then it's over, it's gone. It's gone the next day. So we're in a prison of a mind, essentially. We're in a prison, a collective prison, and we're keeping each other prisoners. And that's ultimately the battle that we're fighting. It's a battle for mental freedom, spiritual freedom. Sajnos nincs egy mindenre kiterjedő és lépésről lépésre követhető konkrét és leírt terv erre, hogy hogyan ezzel a konkrét intézkedés ellen, ezzel a konkrét kötelező szülővizsgálatok ellen, ja, hogyan tudnánk kivédekezni a bírságokat, viszont azt hangsúlyozta, hogy az, ami elkezdődött a Covid válság alatt, az az ébredés, az viszont segíthet. Ez nem egy konkrét akcióterv, de az embereknek a tudatossága és az a hozzáállásnak a változása az emberekben, az mindenképpen egy előremutató folyamat, mert ugye, ahogy mondta, ugye mi is az átlag embernek a hozzáállása, és ezt a közlekedéshez hasonlította, ugye a gyorshajtáshoz. Hogyha a közlekedési hatóság az egy útszakaszon sebességkorlátozást állít föl, akkor az miért van úgy, mert biztos az a megfelelő, mert biztos az a helyes. Különben nem állították volna fel azt a táblát, különben nem vezettek volna be egy olyan intézkedést, és azt kell észrevennünk, hogy az átlagembernél minden más ilyen kormányzati intézkedésnél megvan ez a hit a kormányzatban és a politikusokban, hogy hát különben nem vezették volna be a korlátozást, hogyha annak nem lenne haszna. Hát ez biztos csak a mi érdekünkben történik, és ennek a tudatlanságnak a tudatosságba fordulása, ez a változás az, ami hozhat eredményt, akár itt a kötelező szülővizsgálatoknál is. Okay, thank you. I'm standing on this side. I will try and put it short. You as an MP to the Dutch Parliament, have you ever had the chance to gain an insight on what way the politicians and the government and governments all over the world have been coerced? Have they been threatened or blackmailed or just ordered? That's the question that I have been trying to get an answer on for 4 years now. Igen. Igen, tehát az a kérdésem, hogy engem 4 éve izgott az a kérdés, hogy hogyan sikerült a politikusokat és a kormányokat különös tekintettel arra rávenni, hogy kövessék ezeket a teljesen értelmetlen utasításokat, hogy megzsarolták őket, egyszerűen ők ugye erre esküdtek föl, hogy követik ezeket az utasításokat, vagy hogy történt ez? Yes, well this is the short answer to the question is no. I do not have definite proof, or I have not been witness to formal deliberations or moments where orders were given or anything like that. So I have not discovered any superstructure in that sense, formal superstructure. Yeah, that's the answer. My personal belief, and I know there's great disagreement about this amongst people that agree about that we should fight these policies, but there's disagreement about what constitutes the actual structure that we're fighting. Is there an actual, is it a hierarchical pyramid-shaped structure with one or two or five or ten people at the top that direct these policies down 4, 5, 6, 7 stages before they're implemented by
apparatchiks, as it were. Is that the structure of the enemy? My view is that it is not. But it's possible for sensible people to disagree about this, and I don't have a particular problem with people that believe something else. I just don't think there's any proof of it. And my view is that it's a social response. Like, for example, the current Prime Minister of the Netherlands and the previous Prime Minister of the Netherlands, they are very weak individuals. It's a very clear social type that you can identify that should always be standing at the back of a club. Socially awkward, weak. And their purpose, their instinctive social behavior is to gain something through an indirect means, namely power, political power, that they could not gain the direct means, being social dominance. They are not like that. That's not their character. That's not their. They are not alphas. They're beta people. They're weaker species, weaker people, and therefore they need to gain, and therefore they move along. They would implement whatever. They don't care about it. Whatever they do, they want to get on top. And in that sense, that's also what I describe. It's the banality of evil. You can call it that. It's the banality of evil. It's they just do whatever they need to do, and they don't even need to be told. I once said about Parliament, Dutch politicians, myself not included, are so stupid. You don't even have to bribe them. You don't even have to bribe them. There's absolutely no need to bribe them. They will destroy their own country for you for the lousy little salary they get anyway. So there's no point. You don't need to do that. That's the, for me, that's my analysis of what's going on. That's what I think. I know there are other people that believe that they need to be rung up, and it's like, you have to open the borders now. Open the borders. I don't think that's necessary. They'll open the borders out of their own free will because they don't care. They know it's sort of expected from them. They can feel that. They can instinctively grasp that because that's the dominant trend internationally. And now the great question, of course, might be who or what created that dominant trend. But that's a different. I mean, and of course that those are there. You can think about the Frankfurt School, you can think about cultural Marxism, you can think about other major trends, but I don't think there's an actual hierarchical structure that where these people are introduced into, and then they're being briefed, and they're given messages and memos, and you now have to do this. I think it's a much more organic and fluid, natural process, as it were. Én nem gondolom azt, hogy ez a világkormány, vagy a globalistáknak a szerkezete, vagy hogyan is épül föl ez a világkormány, vagy a globalistáknak a szervezete, ez úgy néz ki arra, hogy a legtöbb embernek képzelődik. Én máshogy gondolom. Mert a legtöbb ember ugye úgy képzeli el a világkormányt, hogy van egy pár bizniszmenből fölépülő csoportosulás, aki irányítja a világon, és minden országban a politikusokat. Én máshogy képzelem el. Én ezt inkább úgy képzelem el, mint egyfajta szociális szerkezetet, és itt konkrét példát is hozott, hogy nincs egy ilyen, ő nem azonosított egy olyan struktúrát, egy olyan globalista struktúrát, amit általában a legtöbb ember elképzel. Szerinte ez nem ilyen formában létezik. Nem azt mondja, hogy nem létezik, hanem hogy nem ilyen formában, hogy a legtöbb ember elképzeli. Konkrét példa, a holland politikusok, akik annyira buták, hogy még le se kell őket fizetni, és meg sem kell őket vásárolni ahhoz, hogy a saját országukat lerombolják. Nem úgy néz ki, és ő nem úgy képzeli ezt az egészet, hogy egy globalista fölhívja a holland miniszterelnököt, hogy nyisd ki a határokat, és engedd be a migránsokat, rendben van, majd leteszi a telefont, hanem ők olyan szinten, ahogy ő fogalmazott, béták és nem alfák. Ezek gyenge emberek, a holland politikusok és az európai politikusok általában, ezek nem erős kezű vezetők, ezek gyenge emberek,
béták, és nem úgy, úgy modalva ímek, hogy ezt a szót használta, hogy ők csak egyszerűen úsznak az ápral. Nekik még csak konkrét utasítás sem kell fölülről egyfajta világkormánytól ahhoz, hogy lerombolják a saját országukat. Tehát összefoglalva nem feltétlen, és semmilyen más bizonyíték nincs arra, hogy ez a globalista struktúra, ez úgy néz ki, hogy a legtöbb ember egyébként ezt elképzeljük. Let me add something to this. I'm the political advisor to Zsuzsanna Borvendég in Brussels. And I've seen quite a lot from how the European Parliament works, and now we are inside the structure. Yes. And I can tell you that there is an atmosphere that this is all you are an MEP, this is all yours. You have immunity, you enjoy all this, you can have your opinion, but there's no direct even suggestion what they should do. There are implicit and indirect effects on them. All this is yours. If you don't resist and if you agree with us, all is yours. You can do whatever you want. You are a very important person. Enjoy. So they do it on their own. They don't have to persuade them. There's no direct red line. As you said, there's no direct telephone line to them that now you should do this and that, but they do it on their own. It's their own choice to do these things. They enjoy this life. They enjoy, and they get lost in this atmosphere. They get lost among these people and among these institutions, and they are absolutely open to do whatever order they get, but they are not real orders. They are very implicit and very indirect suggestions, so to say. Yes, that's true.